Sziasztok, Máté vagyok, ez a Mobilis Diáklabor. Most következő kísérletet otthon is kipróbálhatjátok. Azt fogjuk megnézni, hogy hogyan lehet egy olyan lombikba bejuttatni a fő tojást, ami egyébként nem fér bele, és mégis sértetlenül meg fogja úszni, és ott lesz benne. Ha otthon kísérletezünk, akkor mindig felnőtt felügyelete mellett tegyük, hiszen most forró vízzel is fogunk kísérletezni. Nézzük meg, hogy mi kell ehhez a kísérlethez kell egyrészt főtt tojás, hiszen őt fogjuk bejuttatni ebbe a lombik aljára, kell egy szűkszájú üveg, itt otthon használhatunk olyan befőttes üveget, aminek viszonylag kicsi a szája, illetve bármilyen olyan üvegedény megfelel, ami bírja a hőt. Forrásban lévő víz, hideg víz, és nyilván kell egy olyan edény vagy fazék, amibe a vizet tudjuk melegíteni. Én most ebbe az üvegpohárba fogom. Ö, ugye ezt laboratóriumban ugye használják pohár ennek direkt ez a célja, hogy lehessen melegíteni benne. Na most természetesen vízforralóban, illetve mikróban is megmelegíthetjük a vizet. Az a lényeg, hogy forraljuk föl. Amikor már forrásban lesz a víz, akkor szükségünk lesz egy olyan ö, eszközre, amivel megfogjuk majd ezt a poharat, vagy illetve edényt. Éppen emiatt én most egy lehet használni otthon konyharuhát, amit többször összehajtunk, és ennek segítségével fogjuk majd meg a poharat, vagy pedig egy hőálló kesztyűt. Én most hőálló kesztyűt fogok használni. A forrásban lévő vizet beleöntjük, nem kell az egészet, elég csak egy picit, az aljára, abba a lombikba, amit előzetesen kipróbáltunk. Jó? Most, hogy felfordt a víz, megfogom ezt, az, ezt a poharat, egy kevés vizet töltök az edény aljára, és rögtön beleteszem a tojást. Így is várhatunk a kísérletre, de előkészítettünk hideg vizet is. Tegyük bele ezt a lombikot, a hidegvizet tartalmazó edénybe, és nézzük meg, hogy mi történik. Le is nyomhatjuk, hogy, hogy a teljes edény elmerüljön ebbe a hideg hidegvízbe, és ahogy látjuk, a tojás már elindult a lombik belseje felé, és úgy tűnik, hogy még megy. Na most fontos a kísérletben, hogy gyakorlatilag nem a lombik szippantja be egyébként a tojást, hanem a külső levegő nyomja bele. Ez azért történik, hiszen amikor a forró vizet beleöntöttük, akkor kitöltöttük az egész lombikot vízgőzzel. És amikor hideg vízbe tettük, akkor ez a vízgőz, ami kitölti az egész lombikot, gyakorlatilag úgy, és már benne is van. Tehát gyakorlatilag kitöltötte az egész lombikot a vízgőz. Amikor hideg vízbe tettem, akkor a benne lévő vízgőz ö, lecsapódott. Ugye 100 Celsius fok alá hűlve, vízcseppek formájába ide a, a belső falára kerülnek az edénynek. Ez akár most is szépen látszik, hogy gyakorlatilag lecsapódott a vízpára. Mivel, az anyagok gázhalmazállapotban sokkal nagyobb helyet foglalnak el, mint cseppfolyos halmazállapotba, ezért ö, bent légüres tér keletkezett. Hiszen, a benne, ami eddig kitöltötte a, a lombikot, az most már folyadék formája, cseppek formájában összegyűlt az edény belső falán. Mivel a, az edény száját egy tojással lezártuk, ezért kívülről sem jöhetett be levegő. Viszont a bent lecsökkenő nagyon alacsony nyomás az ö, kiegyenlítődött azáltal, hogy külső a levegő külső nyomása viszont elkezdte belenyomni a tojást, és hát ezt addig tette, amíg már be tudott áramolni kintről a levegő, és helyreállt az egyensúly, és így gyakorlatilag ö, bent van a tojás. Azon persze el lehet kezdeni gondolkodni, hogy hogyan szedjük majd ki. Köszönöm szépen a kísérletezést, sziasztok!